2024 a bosszúállás és a veszélyek éve lesz, ezt állítják nyugati elemzők. Több milliárd ember fog majd járulni a választóurnák elé, és a liberális elit elsősorban attól tart, hogy nem őket fogják majd újra választani. Ezekkel a kérdésekkel is fogunk foglalkozni a Specialista 5. adásában, és kísérletet teszünk arra, hogy megjósoljuk, mi is vár ránk 2024-ben. Arra kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a Patriota csatornájára, és a kommentekben pedig írjátok meg, hogy ti mire számítotok 2024-ben. A speciális eddig részében beszélgettünk Amerikáról, hegemon pozíciójáról, a nemzetközi rend átalakulásáról és Ukrajnáról. Most ez egy rendhagyó beszélgetés, az év végén vagyunk, mire számítasz 2024-ben? Világbéke vagy világvége? Hát hogyha azt nézzük, hogy a világ egyik leggazdagabb embere nemrégiben a végítélet napjára készülve egyfajta atombunkert épít Havajon, akkor a, a válasza talán az, hogy világvége. Úgy tűnik, hogy nagyon komolyan gondolja, mert hajlandó volt ezért több mint 100 millió dollárt befektetni arra, hogy egy teljesen önellátó struktúra épüljön ott a föld alá, és ilyenkor elgondolkodik rajta az ember, hogy vajon ő milyen információknak a birtokában van. Egy másik milliárdosnak pedig az a meglátása, hogy a föld problémák erről valami fajta Mars kolóniára kellene tudni elmenekülni. És azt se túl biztató, hogy a volt ukrán londoni nagykövet azt állította, hogy ha Ukrajna esetleg rosszul szerepelne a harctéren, akkor biztos, hogy Nagy-Britannia csapatokkal segítené meg az ukrán hadsereget. Nemrégiben a német védelmi miniszter azt állította, hogy Németországnak meg fel kell készülni egy védekező háborúra, és hogy sokan az nyugati szakértők közül három-hat évre teszik egy Oroszországgal való fegyveres konfliktusnak a lehetőségét Európa, nál NATO tagállamai és Oroszország között. És az is egy elképesztő történet, hogy miközben Lengyelországból és Litvániából a munkások és a munkaerő áramlik nyugatra Németországba és Angliába, úgy tűnik, hogy a német hadsereg embereket keres Litvániába, hogy az ott lévő német csapattestekben szolgáljanak. Eddig ugye úgy nézett ki, hogy hat hónapra mentek csak egy ilyen küldetésbe, viszont most úgy tűnik, hogy állandó jelleggel szeretnék ezeket az erőket, csapatokat telepíteni. A Tavalyi évvégi Totós listádon rajta lett volna, hogy újabb konfliktusok robbannak ki idén az orosz-ukrán háború után. Hát akkoriban írtam is egy cikket ezzel kapcsolatosan, hogy nagy valószínűséggel az orosz-ukrán háború fel fogja gyorsítani, fel fogja melegíteni azokat a konfliktusokat, amelyek korábban egy kicsit ilyen hibernált állapotba kerültek, és ezek közül mindenhol komoly problémák jelentkeztek. Háborúk robbantak ki ugye a Kaukázusban, a közelkeleten, és ugye Koszovó is rajta volt ezen a listán, ahol a feszültség erősülése folyamatosan látszik. Szerinted 2024-ben lesz új háború? Igen. Nagyon sok szereplő érdekelt abban, hogy újabb háborús konfliktus robbanjanak ki, de az látható már előre, hogy az Egyesült Államoknak a tekintete az kezd elfordulni Európától, és úgy tűnik, hogy az eddig itt megteremtett problémákat azt majd az Európai Unióra próbálja hagyományozni. Ez látható az ukrán csatlakozásnak a kérdéskörében, illetve megpróbálják az európai szövetségeseket rávenni arra, hogy lehetőleg minél keményebben és komolyabban fegyverkezzenek. Úgy tűnik, hogy Amerikának az a szándéka, hogy Európában és a távol-keleten egyszer próbálja megoldani a feladatokat, és ilyenkor értékelésre kerülnek a geopolitikai térségek, és úgy tűnik, hogy a közel-kelet nagyobb fontosságú, és nagyobb fontosságú a indocsendes óceáni térség, és ezért is számíthatunk arra, hogy Európa az eddigi problémákkal magára marad. A nagy nyugati elemzők egy veszélyes és idegesítő évnek látják a 2024-es évet. Sőt, olyanok is vannak közöttük, akik egy egészen megdöbbentő állítással állnak elő. Az ő véleményük szerint a bosszúállás éve lesz 2024, és azok a feszültségek, amelyek 2023-ban létrejöttek, azokért egyfajta bosszú következik majd be 2024-ben. 2024, 2024 a választások éve is lesz. Több százmillió ember fog az urnák elé vonulni az Egyesült Államokban is, Európában is, Indiában is, Indonéziában is, és még sok más országban. Ez a demokrácia ünnepe lesz, vagy a polarizáció egyre erősödni fog? Az elemzők szerint ugye miután több milliárd ember fog választani a Földön, és új kormányok fognak alakulni, igazából a demokrácia ünnepének kellene lenni 2024-nek, hiszen nagy meghatározó hatalmak esetében is választásokra kell számítani. Például március közepén még az oroszok is választani fognak. Ennek ellenére nagyon sokan azt mondják, hogy valójában itt ez a demokráciának egyfajta bukását is hozza majd, mert a liberális elitek által vezetett kormányok nem tudtak olyan megoldásokat létrehozni, amelyek elégedettséggel töltötték volna el a lakosságot. A 2023-as év bebizonyította, hogy a narratívák már képesek tökéletesen uralni a világot és a különböző típusú narratíváknak a követői egy típusú embert nem nagyon szeretnek, azokat, akik a kritikus gondolkodásmódot még fontosnak tartják, és ahogyan a valóság és a narratívák egyre inkább távolabb kerülnek egymástól, a különböző narratíváknak a követői ezeket az embereket fogják elsősorban majd támadni, és elsősorban ellenségnek tartani. Beszéljünk konkrétumokba. Az Egyesült Államokban, most indítottak a kongresszusban eljárás Joe Biden és fia, és a tágabb értelemben a Biden család korrupciós ügyei miatt. Erről már szó volt 2020-ban is, de akkor a média teljesen elhallgatta, viszont eljárás indult ugye Donald Trump ellen, aki várhatóan szintén jelölt lesz a jövő évi választásokon is. Ha a narratívák ütközéséről beszélünk, polarizációról beszélünk, amikor mindkét oldalnak a vezetője perbe van fogva, mire kell számítani? Lesz amerikai polgárháború vagy békés átmenet? A polarizációra továbbra is számítani kell. Amúgy egy elképesztő dolog, hogy a világvezető demokráciája történetében az, hogy mind a két főelnök jelölt ellen úgymond jogi eljárások vannak érvényben. Az látszik, hogy a demokrata elit az elképesztően tart Trumpnak a visszatérésétől. Megpróbálják magukat bebástyázni és olyan intézkedéseket hozni, amik lehetetlenné teszik majd Trumpnak az első hónapokban lévő munkáját. Ugyanerről szólt Ukrajna támogatása is, hogy valahogy elébe menni mielőtt még Trump megérkezik, előtte ezeket a kötelezettségvállalásokat megtenni, és mindenképpen a megfelelő mennyiségű pénzt eljuttatni Ukrajnába. A háborúkon túl igazi kívás jelent Európában és az Egyesült Államokban is az, ami a határokon történik. 2015-16-os migrációs válság után ugye azt láttuk, hogy a következő években megnövekedett a bűnözés, megnövekedett a terrortámadások száma. Most, hogyha rekordé van 2023-ban, akkor ugyanúgy egy-két évvel később jönnek a terrortámadások? Mindenki a arra számít, hogy ezek be fognak következni. Valójában tudomásul kell vennünk, hogy ha a világ minden problémáját összegyűjtjük, akkor azok a problémák az utcákon meg fognak jelenni. És azok az emberek, akik új életreményében megérkeznek Európába, ezeket a problémákat nem tudták még maguk mögött hagyni. Elképesztő válságokat értek át, más az értékrendjük, és a nagy baj az, hogy Európa semmilyen úton, módon nem készült föl ilyen tömegeknek a fogadására, úgy, hogy közben ezeknek a tömegeknek a háborús élményeivel pedig nincsenek tisztában. a terror támadásai után Százezrek mentek ki tüntetni nyugati nagyvárosokban. Hamasz zászlókat lengetve, terrorszervezetek zászlait lengetve, és olyan szlogeneket skandálva, amik egyértelműen rasszisták, antiszemiták. Ez sem ébresztette fel a nyugati politikusok szemét? Valószínűleg ezek azok a pillanatok, amikor elkezdi elkezdték átértékelni az eddigi migrációhoz való hozzáállásukat. Természetesen ebből majd még nem fog következni az, hogy a korábbi magyar állásponttal ők egyet fognak érteni, vagy el fogják ismerni az előrelátást, amit mondjuk a magyar kormányzat a kérdéssel kapcsolatban megtett. Ahogyan a járványidőszak alatt, ahogy az orosz-ukrán konfliktus alatt láthattuk, hogy milyen mértékben megosztásra kerül az európai társadalom, még inkább megosztottá vált a gázai konfliktus kapcsán. Egyértelmű, hogy a Hamas és a hozzá hasonló szervezetek a tevékenységét mélységesen el kell ítélni, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a szervezetek ne kapjanak támogatást Európából, illetve hogy a támogatóik ne tudjanak működni, és esetleg műveleti területté változtatni Európát. A palesztin-izraeli konfliktus kapcsán pedig tudatosítanunk kell magunkban, hogy a legfontosabb feladat a terrorizmus utánpótlásának a megakadályozása. A Hamasnak a támogatottsága, amelyik a támadás előtt folyamatosan csökkent, és szinte már kritikus szintet ütött meg a gázai övezetben és Cisjordániában, folyamatosan növekszik a konfliktus következtében. Vagyis az utánpótlás a konfliktus felerősödésével csak folyamatosan nőni fog. Mind a palesztinoknak, mind az izraelieknek tudomásul kell venni. Ha nem szeretnék, hogy a gyerekeik és az unokáik ezt a háborút, ezt a konfliktust folytassák tovább, hogy a hozzátartozóik, az utódaik egymás ellen harcoljanak és halljanak meg egymás kezétől, akkor egy teljesen új útra kell terelni ennek a konfliktusnak a megoldását. És kicsit ellopva másoknak a gondolatait, tényleg nagyon fontos, hogy nem csak az a kérdés, hogy mi milyen világot hagyunk a gyermekeinkre, hanem azt is, hogy milyen gyermekeket hagyunk a világra. 2023-as évben az egyik legnagyobb előretörés a mesterséges intelligencia terén történt. Gyakorlatilag most már egy átlag állampolgár fillérekért elvégeztethet szellemi munkát maga helyett. Szerinted milyen veszélyeket hordoz ez magában? Láthatóan az Európai Unió is szabályozni akarja, és nyilván lesz katonai felhasználása is. Kell tartunk attól, hogy 24-ben már a Terminátorból ismert Skynet az egy valóság lesz? Kevesen hmm. tudják, hogy az atomfegyvereknek a Visszaszabályozása az döntő részében amiatt következett be, hogy nagy polgári mozgalmak indultak el. Vagyis a, a társadalomnak a tudatossága az atomfegyverek megjelenésével és a, a róla e, folytatott kommunikáció hozta el, hogy az országokat és a hadsereget rákényszerítették arra, hogy a végén ezek valami fajta korlátozás alá e, kerüljenek. A civil világnak nagyon fontos szerepe volt. Most is ott tartunk, hogy egy új hidegháború van, és ráadásul egy új eszköz jelenik meg. Újból, ez pedig ugye a mesterséges intelligencia, amelyik amellett, hogy ilyen közkedvel dolgokra is lehet fordítani, vagy meg lehet tőle kérdezni, hogy mondjuk 2024-ben hogy néz ki majd a világ, emellett természetesen fegyverként is lehet alkalmazni, akkor, amikor a világ több részre esik szét, és óriási az, a feszültség, sőt, a diplomácia szép lassan véget ér, és nem tartanak egymással kapcsolatot a különböző hatalmak, akkor van meg a nagy esély annak, hogy nem sikerülnek ezek a szabályozások olyan mértékben, hogy a végén az emberiségre ez ne jelentsen veszélyforrást. Már 2020-ban az ENSZ vizsgálóbizottsága megállapította, hogy nagy valószínűséggel a török hadsereg a líbiai konfliktusba való bekapcsolódása során olyan drónokat alkalmazott, amelyek mesterséges intelligenciát használtak a célok megsemmisítése kapcsán. Vagyis, hogy a döntéseket nem az emberek hanem a mesterséges intelligencia hozta meg. Úgy tűnik, hogy a közel konfliktusban Izrael is használ ilyen jellegű eszközöket, és az Egyesült Államok elsősorban attól tart, hogy Kínának ilyen jellegű fegyverek fejlesztésében esetlegesen előnye is lehet. Nagyon sokan az amerikai háborúpárti úgynevezett héják rémizgetik folyamatosan az amerikai közvéleményt, hogy a kínai hadsereg esetleg előbbrébb tart ezeknek az eszközöknek a fejlesztésében, és ők maguk is arra a következtetésre jutottak, hogy egy mesterséges intelligenciáltal vezérelt rajtechnológiát használó drón hadseregre van szükség, amelyek vízi, víz alatti és légi tevékenységekben egyaránt használhatóvá válnak. Vagyis, hogy hirtelen Tömegével fognak megjelenni körülöttünk olyan eszközök, amelyeket már akár a mesterséges intelligencia is vezérelhet, miközben a fő céljuk, pedig az emberek megsemmisítése, elképesztő veszélyforrás. Tehát még egyszer mondom, most abban az időszakban, amikor polarizálódik a világ, ilyenkor volna igazából szükség, hogy a diplomácia működjön, hogy egy ilyen új veszélyforrást időben tudjunk szabályozni. Nagyon jól hangzik, amit az Európai Unió ezzel kapcsolatban tenni akar, de úgy tűnik, hogy ez a szabályozás, amelyetnek a kereteit most először megpróbálták lerakni, nagyon messze van attól, hogy bármilyen hatással legyen ennek a, az új fegyvernek, ennek az új eszköznek és ennek az új lehetőségnek a felhasználásában. 2024 kapcsán beszéltünk választásokról, migrációról, konfliktusokról, mesterséges intelligenciáról. De minden évben van valami meglepetés. Van valami a be, hogy szerinted mi lehet a meglepetés 2024-ben, amire most senki nem számít? Az indocsendes óceáni térségben egy esetleges Fülöp-szigetek Kína konfliktusnak a felerősödése lehet esetleg a meglepetés, ami tovább eszkalálhatja a már Tajvan Kína között fennálló konfliktust, és nem szabad elfelejtenünk, hogy óriási kérdőjel van mindig Afrikának a mint kontinensnek a, a térképén, és a Sahel övezetben szerintem több ország ö, válik egyfajta m, törékeny országá, állammá. Az elkövetkező időszakban is lesznek olyan államok, amelyek bukott állammá válnak. Ez pedig azt jelenti, hogy ö, több millió, esetleg előfordulhat, hogy 10 millió ember indul el a jobb élet reményében észak felé. Ne legyen igazad, de ha mégis, jövőre foglalkozunk ezekkel is. A magyar hagyomány készlet szerencsére e, tudja erről az igazságot, amelyik úgy szól, hogy a kimondott szónak teremtőreje van. Hát még próbáljunk valami egészen más világot teremteni a következő évre ezekkel a szavakkal. Boldog és békés új esztendőt kívánunk mindenkinek! Ha a következő évben is találkozni akartok a specialist adásaival, kérlek, iratkozatok fel a Patriota csatornájára.